amikor Dózsa György történetének megfilmesítésére gondoltam, akkor leginkább 56 járt a fejemben. Dózsának is föltették a kérdést annak idején, ami így hangzott, a filmben is így hangzik, hogy Székely Dózsa György, Isten és ember előtt megtagadod-e mindazt, amit tettél? Itt egy nagy csönd volt, és Székely Dózsa György azt mondta, hogy nem. Ez az a sűrű pillanat, amit meg akartam csinálni filmen, mindenek előtt. És nagyon furcsa volt, hogy amikor forgattuk ezt a jelenetet Erdélyben, Vajdahunyad váránál, akkor volt nekünk vagy 3000 statisztánk, akik rendesen be voltak öltöztetve korabeli öltözékekbe. Azonban a forgatás elején reggel megérkezett Vajdahunyadra vonat, több ezer ember jött a vonatokról, mert az órák hosszáig tartott, jöttek oda a forgatásra. Ezek az emberek a Székelyföldről jöttek, mert azt hallották, hogy Székely Dózsa György magyarul fog beszélni, és mondja ki a hűségét a haza és a forradalom iránt. És nem is tudtuk, hogy mit csináljunk ilyen sok emberrel. Én azt mondtam nekik, hogy hát vegyék le a mai ruhájukat, és ingújban üljenek föl ott a dombok tetejére. És akkor a távolabbi részekhez ők odaültek, úgyhogy így talán 5000 ember is nézte ezt a jelenetet. A trón égett a lángok között, és amikor föltette Verbőci a kérdést Dózsa Györgynek, ugye Besenyei Ferenc játszotta Dózsát, tehát az iménti kérdést föltette, hogy Székely Dózsa György, megtagadod-e mindazt, amit elkövettél? És akkor a Besenyei Feri ránézett, várt, és elkezdtek hullani a könnyei, így pörgött végig az arcán, le az ingére. És nem mondott semmit, hanem csak úgy néztem rá, hogy a rendező ott van közelében, és azt mondja, hogy Ferikém, hallod ezt a csöndet? Mert ez 5000 ember csöndje volt, akik várták ezt a pillanatot.